A mai videóban, srácok, úgy kell kivinnünk a Minecraftot, hogy minden állatot meg tudunk fejni. Minden állatteje valamilyen különleges képességet ad. Meg fogjuk fejni a pókokat, az endermeneket és a végén az ender sárkányt is. Már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szuper képességeket fognak adni nekünk, remélem ti is, szóval tartsatok velünk és lájkoljátok ezt a videót és írjátok meg kommentbe, hogy milyen tejet szerettek. Most pedig vágjuk bele, let's go! Na jól van, Dr. Gunz, készen állsz a remek kalandra, igazából én nagyon izgatott vagyok. Jó, ez az, kíváncsi vagyok az enderre. Te mit fog majd tudni, viszont egyelőre a legfontosabb az, hogy tudod mit kell csinálnunk? Vödröt! Igen. Te mindent megennél amúgy, egyre inkább ilyen vagy, minden azt mondod, hogy hamam. Na jól van, oké, vágjunk bele, ennyi fa szerintem elég lesz. Jól van, már lekraftom a crafting table-ből Dr. G-et. Itt vagyok, gyere már! Ó, Csirke, itt őt fogjuk először megfejni, Missis Csirkét, itt van Missis Csirke, nézd meg! Itt már! Ő lesz megfejve először, viszont én csinálok először facsákányt, hogy neked ne kelljen, jó? Na megvan a facsákány, gyere Dr. Gunz, gyere, csinálok, akkor... Mi? Várj, itt van mélykopptár is majd. Jó, mindjárt azt is kiszedjük, várjál. De nekem nincs is csákányom, csináljál már egyet. Hát azt csinálom. Ne várj, itt egy pók, légy szíves. Jó, azt szedem. Én csak főnököskedek, szeretjel! Jól van, de várj, itt egy pók, komolyan mondom, őt is majd megfejjük, a méheket is megfejjük, meg majd a csirkéket is. Ez egy jó hely, több tehet ki tudunk majd próbálni. Viszont akkor először megcsinálom a Dr. Gunznak a csákányt, hogyha ennyire akar. Azt csináljunk, gyerek, keressük szépen 3 darab vasat, csak annyira van szükségünk, szóval irány a bánya. Én addig befutok, hátra látok itt vasat valahol. És itt a vas, ez az, és lesz három amúgy. Sőt, szerintem 6 is lesz belőle. Akkor egy kemencére szedjünk ki. Jó, akkor szedj ki szépen egy kemencére. Én amúgy az a pók az úgy, nézd már, haver, jól vagy? De most barátok vagyunk. De most tesó, jól vagy? Figyelj, ez a nő depressziós lett amúgy, nem? Látod? Haverom. Mi? Bán, most megütött. Várj, ne bánj! Jó, hagyjuk itt, őt fogjuk megfejni, ő lesz a spanunk szerintem. Itt a vödör, és akkor nézzük meg, megfejem. Megkaptam Liquid Poke Bucket, oké, én iszom meg először. Jó, te is így meg Alfrednek a tejét. És kaptam Wall Climbingot, ami szerintem ilyen falramászás lesz. Így igaz! Nézd, Dr. Gunz! Nézd! Ó, de menő! Jól van, add vissza a tejét, vagy az vödröt, és akkor megnézzük a többit is. Viszont Alfred azt szerintem engedjük szabadon, meg hogy üssük ki ezeket, nem? Ja, igen. Alfred, figyelj, mától szabad vagy, oké? Menj nyugodtan az a dolgodra, mit szólsz? Örülj neki. Jó, akkor a következő állat legyen a csirke szerintem, amit itt volt valahol Missis Csirke. Őt kéne még valahol megkeresgélnünk, az egy virág. Ott van, itt van Missis Csirke! Missis Csirkék! És igen, itt van a Liquid Csirke Bucket, a csirketej, meg is iszom. Jó, doktor, azt is így el meg egy kis csirketejet. És ez, Chicken Falling, várj, megnézem a csirkeesést. Igen! Tudunk kicsit repülni, látod? Ú, de menő, jól van. Wow. Oké, mert majdnem az összes állat képessége megvan. Szerintem menjünk el egy faluba, és nézzük meg, hogy mondjuk egy falusi tej mit adhat. Gyere, menjünk. Amúgy nem tudom, még esetleg a nyuszit megnézhetjük, hát ad valami magas ugrást. Várjál, gyere ide, nyuszi! Gyere ide! Várj, ott a falu, amúgy most akarom még nézni a nyuszit. Ne, csak fákját rakok le! Szerintem nem ad semmit. Szerintem sem, amúgy, de azért várj, még egyszer nézem. Nyuszi! Jó, azt tényleg nem ad semmit, akkor irány a falu! Legalább azt megtaláltak, ennek örülök egy kicsit. Viszont vasgólem, van vasgólem tej! Dr. Gunz, vasgólem tej, gyere! Ez én is akarom. Jó, megkóstolom, milyen, várjál. Azt mondja, gólem spawnerünk van, ez bármit is jelentsen. Ez akkor az, hogy spawner. Jó, tessék, itt van. Az azt mondja, hogy néha spawnolni fog vasgólem, vagy micsoda, ezt annyira nem értem. Nem tudom, de megiszok egy falusit. Jó, van, így állok egy falusi tejet, nézzük akkor meg azt is. Oké. Jó, oké, én is akarok egyet. Mit adott? Mondd el addig, létszik. Free trading. Free trading? Emerald! Mi ingyen lehet trédelni velük? Oh, micsoda! És tényleg, Jézusom! Azt a mindenit, srácok, a tökpitével is megveszem az összeset, de soha nem kell már majd kaja. Jól van, Dr. Gunz, trédeljük az összeset, amit tudunk. Ott annál, de már nem tudsz. Az összeset trédeljük el, let's go! Jó, leszállt az este, nézzük akkor meg, hogy melyik mob ad tejet. Esküszöm, érdekel az is amúgy. Szóval nézzük meg, hogy a skeleton ad-e valami tejet. Szóval, itt egy zombifalusi amúgy, a skeleton is adott valamit, várj, a skeleton tej. Megnézem, mit csinál, csak bejövök ide. A skeleton az kérlek szépen semmit nem ad. Azt csak itt nem csinál semmit. Ja, itt a zombi. A zombi nem ad tejet, mert a skeleton az miért nem csinál semmit? Azt hiába iszom, akkor csak így mondom, állok egy idő után. Na mindegy. Oké? Nézzük akkor a zombi! Sima zombi! Sima zombi, várj, ezt meg kell szereznem! Gyere ide, sima zombi! Az is adott, jól van, oké? Okay. Eszek egy kicsit! Ne halljak meg! Fedezz, doktor gonosz! Fedezz, oké! Okay. Nem merem! Jó, gyere be a házba! Na nézzük, hogy mit tud a zombi! Zombi, te ez kérlek szépen az erőt ad! Ha bejön közbe! Tessék, itt van, igyál meg egy zombi! Jól van! Menjél! Nekem én nagyon erős lettem! Jó, oké, őszi, meg itt ad. Jó, oké, nagyon jó. Rendben, oké. Jól van, srácok, ez jó könnyű volt. Jó, add ide az izét, megnézem, hogy mondjuk a Creepert keresünk. A Creeper érdekel, a legjobb az Enderman. Oh! Tortugosz! Tortugosz! Ezt nézd! Van, most random leraktam véletlenül egy pipacsot, és nézd! Nagyon jó, oké! Jó, akkor szépen leidézek párat, azt csinál, öld meg az összeset, jó? Várjál, leidézek itt körét párat, mit szólsz? Tessék, itt. De nem jönnek. Várjál, gyerünk, csak én is akarom őket megütni. Jó van, ide még rakjak neked párat, vagy nem tudom, meg leszel velük? Hát jó, csak csákányal olyan nehéz. Mennyi vas gólem? Viszont én kezdek kipróbálom, mit tud a Creeper tej, majd nekem is csinálja addig vas cuccot, jó? Nézzük akkor meg, Creeper, oké, Creeper tej, nézzük, mit csinál, megiszom, oké. Jó! Holli molli! Na ez jó lesz, srácok! Gyertek creeperök, gyertek zombik! Mit szóltok egy robbanáshoz? Úristen, milyen menő, jól van, ez menő nagyon-nagyon. És akkor igazából ez tök jó. Nézzük, egy Enderman próbáljuk megkeresni. Jó van, Dr. Gunz, lassan elindulhatnánk amúgy a Nether felé, és mennyi vasot sikerült így farmolnod? Mi? Ennyi vasunk lett? Mennyi van? Sok, az összes. Az összes? Jól van, annak örülök. Jól van, ezzel még szépen átmegyünk a Netherbe, srácok, megnézzük még, hogy a falusokkal tudok-e valamit trédelni, de amúgy meg irány a Nether. Oké, itt már hallok valamit, amúgy itt még van vas. Ó, itt a lába, van lába! Ott is van lába, nagyon jó. Oké, már csak akkor vizet kéne valahogyan összekaparni, hogy hát ahol tudunk valami jó. Itt a víz! Jézusom, ez nagyon jó, oké. Na, már csak meg kell gyújtanunk. Nálam pont van amúgy egy vasak, egy flint is, szóval meg tudom csinálni a kovakövet. És akkor Dr. Gunz, nézzük, mit adnak a Netherben lévő mobok. Csak felmászok a falra. Jó, menjünk akkor, let's go. Na, itt is vagyunk, oké, amúgy nád van pipas virág, mert nálam van egy csomózt, azzal majd ölhetnék a blézeket, hogy lerakjuk a sok gólemet. Jó van, az elég is lesz. Ja, de ide le se tudjuk rakni. De már van fűblokk majd, azzal meg tudjuk csinálni. Na, ja, viszont okay, vágjunk bele, itt amúgy itt egy Enderman erdő, szóval az jó is lehet akár. Viszont én amondó vagyok, de doktor, az menjünk így vissza, az figyelj. Óvatosan, de gyere, tudod mit akarok, itt a pókot kihasználva. Na, oké, itt már szerintem lesznek piglinek lassan, azokat megfejhetnénk. De várjál, Dr. Gunz, gyere, ezt nézek, ott van a távolba egy piglin, látod? Na figyelj, let's go! Oh, nagyon jók vagyunk, gyere Dr. Gunz, a csirkét használt ki! Jó, jó, akkor ússzál ki, közben megnézem, hogy ez mit ad. Ez élőhalott piglin bucketet ad, nézzük ez mit csinál konkrétan. Tűzállóságot ad! Jézus Krisztus, gyere Dr. Gunz, jó, akkor te is kóstold meg a isteni finomizét, piglint. Na, kóstold meg a finomizé piglint, ad tűzállóságot, és így végre tudunk úszni rendesen át, és nézzük meg egy rendes piglin mit fog adni. Hát ez így már elég könnyű dolgunk van, így a gázat is meg kéne valahogy ölnünk most már. Na itt már valahol amúgy szerintem lesz pigli mindenféleképpen, mondjuk itt nincs csak az élő halott van. Ez mi volt? Mi? Van ott egy gáz? Az láva, jó, megjette egy pillanatra, viszont itt valami lőtt. Nem tudom, de tökéletesen is van tűzállóságod. Viszont itt egy ilyen sima piglin, ezt is megnézem, hogy mit ad. Meg itt van valahol egy gázt is amúgy, ha jól hallom. De menj innen, nem kell, az most már csak a tejet kellett, csá! Na nézzük mit ad, ez valami gold tradinget ad, ezzel valószínűleg valami nagyon menő dolgokat tudunk majd csinálni, szóval szedjük ki szerintem az összesi aranyat, és trédeljünk velük, úgyis valószínűleg tényleg valami menő dolgokat lehet majd velük trédelni ezzel az új effektel. Amit hallom a gáztokat, de gőzöm sincs, hogy hol vannak amúgy, mondjuk ott, ja nem az egy izég, ott van, várjál, figyelj, megoldom, figyelj, oké, nagyon jó leszek, figyelj, megcsinálom, Dr. Gunz, meg lesz, figyelj, neked nagyon nem megy, Dr. Gunz, jó, meg fogom csinálni, meg lesz a gáz, megvan a gáztej, oké, nem baj, oké, mint egy úgy is van amúgy tűzállás, hangosan meg is ölhetem igazából, tök mindegy, menjünk kicsit arrébb szerintem, mondjuk itt van pókmászás, most olyan felmászok, nézzük, mit tud a gáztej, srácok, azt mondja, hogy, ez kérlek szépen, ha most a gáztej vagy nem adott semmit, srácok, vagy szimplán igazából nem látom, mert annyi effektum, viszont ahogy látom, srácok, nem adott semmit, szóval az full haszontalan volt ennyit szenvedni, ezért mindegy, nézzük a gold tradinget. Ami várjatok, már most nézem, hogy dobott egy fireball staffot amúgy, ez amit ezt tettük, hogyha megiszunk a gaztejet amúgy. Ja tényleg, ezt nem is láttam, nézd már! Ezt csinálja! És te... Jó, bocsi, behozok, leütetted? Valószínűleg emiatt, de milyen vagyok? Jó, srácok, azt mondom, hogy nem dobott semmit, de dobott egy ilyen botot. Minden esetre, srácok, a következő lépés, itt van nálam 8 darab arany, és ja, hogy íjat dobott a skeleton, és hát olyan buta vagyok amúgy. De azért van nálam ennyi. Ja, Istenem, olyan butucska vagyok, de mindig legalább most ezt is tudom. Viszont ami fontosabb, hogy hogy akkor keresünk szépen egy piglint, és akkor azzal próbáljuk meg trade-elni ezt a 8 darab aranyat, és nézzük, mit az a gold trading. Mi? De várj már, itt a Fortress is. Hello! Hát itt a Fortress is, gyere erre, Dr. Gunz, itt van, itt a tetején. Várj, gyere, lemegyek szépen. Itt azért meg kell nézni, hogy mit adnak majd a mobocskák. Oké, hát nem erre megyünk, az biztos, hanem mondjuk erre. Oké, ú, de sötét van itt, meg minden, itt parázslik ilyenek. Nézzük akkor jobban meg, hogy mi van itt. Oké, itt egy Blaze, várjál, a Blaze meg akarom nézni. Blaze, várjál, adsz tejet, igen, adörlánk tejet, nézzük akkor meg, hogy ez mit csinál. Oké, itemet dob? Nem itemet dobott, hanem Blaze Fireballs, ami bármit is jelent. Ez csinál bármit a Blaze Fireballs? Megnézem, várjál, belállok a Blaze-be. Nézzük meg. Mondjuk meglő engem, mi történik? Lőj meg! Jaj, nem söveznek a Blaze Fireballok, jaj, szegénykék, akkor tudjátok, hogy most mi következik? Gyere! Gyere, mi a baj? Ja, hozzá... majdnem meghaltam. Várjál, akkor jönnek a felmentősereg, Dr. Gunz, jön a felmentősereg! Nézd meg! Így fogunk farmolni Blaze-eket! Jaj, megütöttem! Ne! Bocsi, haver, bocsi! Na, menjetek és öljétek egymást, gyerünk! Na figyelj, van egy ötletem, itt a Blaze-eket betriggerelem, úgyhogy lőjenek engem, azt valójában a vasgólemeket fogják majd lőni, aztán itt ki fognak majd akadni a vasgólemek szerintem. Nézd, figyelj, gyere ide, gyere mögéjük. Na nézzük! Vasgólemek, harcba! Na ez az, ő már megindult, jól van! Gyerünk vasgólemek, harcra fel! Induljatok! Öljétek őket! Ez így könnyű lesz farmolni, nem Dr. Gunz? Így azért nem olyan bonyolult. Közben kiütöm a pipacsokat is, azt így várjuk, hogy mi történik majd, így lesz jó sok blézünk. Na jó, Dr. Gunz, közben amúgy jó sok AP-nk lett, elég volt szerintem is, itt közel összeszedtük még egy izét is, viszont itt van 10 darab lángrút, oké, meg vagyunk, menjünk akkor szépen tovább, gyere, nézzük akkor meg. Amúgy nem tudom, életennyi AP-nk itt vártunk, én elmentem mosdóba, azok itt lett, vagy plusz egy effektünk. Na mindegy, menjünk szépen, és a trédelések mindig meg akarom csinálni, mert kíváncsiak, hogy mit ad amúgy, hogyha jól trédelünk. Meg a Wither Skeletonokat amúgy megnézhetnénk, hogy adnak-e valamit, az is jó lenne. Itt is van egy, várj, megnézem, ad-e valamit. Jó, oké, várj, felrobbantam, menj innen! Jó, oké, na nézzük, mit ad amúgy ez a Wither Skeleton. Ez kérlek szépen, jó, kaptunk skullákot, ami valami ilyesmi, hogy tudod, így mozogni kell, és akkor hogyha kapunk majd fejeket, ugyebár, tudod? Milyen fejeket? Hát tudod, Withers kell, fejeket, és akkor meg tudjuk nézni a Withert. Öljük őket, hol van, oké? Jó van, itt van egy például, ez dobott! Jó, láttam, hogy dobott, vagy ez szén volt? Hát ez csak szén volt, várjál. Ó, kár érte. Nálam van. Nálad van, nagyon jó, akkor keresünk még Witheröket, srácok, és akkor szépen meg tudjuk idézni a Withert, ezeket nem is a Wither szépen meg tudjuk idézni, hogy gyorsan keressük őket. Már nagyon-nagyon izgatott vagyok. Egy Wither, két Wither, hol vannak a Witherök? Itt van egy! Gyere, Dr. Gunz, itt van egy! És dobott! Ez az már csak egy darab kell, fixen dob egyet. Igen, szerintem fixen dob egyet, szóval keressük még egyet, azt meg vagyunk szerintem. Itt az utolsó! Itt van, oké. Na, mindegy, megvan. Nagyon jó, oké, most ha mehetünk kell, most csak lélekomokat kell keresnünk, gyere szépen, Dr. Gunz, itt végig repülök amúgy. Keresünk szépen lélekomokat, és megfejjük a Withert, más kérdekel, hogy milyen lehet amúgy. Na jó van, oké, nézzük meg, hogy itt hátam van már valamerre, mert már jó ideje megyünk. Itt van, nézd, oké. Jó van, na figyelj, ide dobod a maradék egy fejet, mert még egy darab kellene. Szépen dobd ide, aztán... mindjárt, majd én akarom megépíteni. Jó, oké, akkor megépítem, tessék, itt van a formája, így né. És akkor én rakom a két külsőt, viszont nem fogjuk megölni, csak megfejjük, és ennyi, oké, Dr. Gunz, később is, de vödrök. Jó, mehet, oké. Fejj meg, oké. Jó, megfejtem futás, mit ad? Megvan? Mi? Az ott van Wither Staff. Meg tudjuk ölni, öljük meg! Van ez egyik kezembe, ez másikba ez! Azt a mindenit! Jó, öljed, én egyszerre tudok kettőt nyomni, várj, egyszerre láng, meg minden! Jó, nem baj, eltalálom, meg lesz az, oké. Okay. Ezzel nem sebezzik. Hát akkor meg tudom izével ezzel lőni, várjál, ezzel hátra sebzem egy kicsit. Jó, inkább tudod mit, engedjük szabadjára, nem? Azt menjünk kölyük. Ó, mondjuk ezzel sokat döbbicsek, várjál. Oké, okay, tarts fel, doktor, tarts fel, én megölöm szerintem. Oké. Jó, szépen meg tudjuk ezzel ölni, viszont elrepültem. Hát akkor hagyjuk itt, nem? Én úgy gondolom, menjünk szépen, jó, inkább vissza. De menjünk a sárkánytejet megnézni, szóval kaptuk egy egész jó ilyen cuccot, ezzel azért tudunk majd lőni vidőrfejeket. Na jó, Dr. Gunz, itt már látsz Enderről neked valami erre? Én itt vagyok fönt. Ah, várj, itt egy Enderman, várj, mert az erdőben már találtam egyet. És ez Enderman izétej, nézzük akkor. Kaptam valami lojál Enderman Pearl-t, ez mit csinál? Wow, örök Enderman Pearl! Mi az Isten? Ez visszakerül a kezedbe, próbáld ki te is! Így azért eltamad és ott lesz a kezedbe, ez nagyon menő. Jaj, de sokat sebez. Hát igen, viszont most jöhet a pusztítás, a végső pusztítás! Jaj, adjátok ide az Enderman szemeket! Adjátok ide! Így amúgy elég könnyű lesz megölni őket, várjál! Mit keres itt egy csirke? Hallod? Itt egy random csirke. Várj, viszont ezzel felrobbantom az összes Endermant, ami létezik, egy pillanatot kérek. Na jó, szóval az Enderman szóval elég menő, viszont ahogy itt megöltem a cuccokat, itt egy csirke is amúgy, tök fura. Na jó van, keressünk Endermaneket, aztán amúgy szerintem öljük meg őket ezzel a bottal, mert ez eszméletlen broken szerintem. Várj, szépen leesek így, né? És itt egy vasgólem úr, ezt lehet én raktam le véletlenül. Keressünk Endermaneket, azt daráljuk szét őket a szemér cserébe. Wow. Itt is az első áldozat! Ölés! Jó, várjál, itt is van egy ölés! Még el fog égni az összes szem. Dehogy is nem fog, ez megmarad majd, nyugi! Ölések! Ölések! Amúgy ez pont kikerül, de mindegy. Oké, nagyon jó! Itt dobott szemet? Hát pont nem, na mindegy. Hol vagytok, Endermanek? Gyertek szépen! Na, Dr. Gunz, most, hogy szétcsesztem az egész erdőt, meg vannak a szemek, mert nálam van kb. 5 darab nálad. Jó van, itt is van még pár darab, ha jól láttam, de nem csak a pókot akarom kihasználni, itt még jól láttam, volt egy szám valahol. Na jó, srácok, most, hogy ezzel meg vagyunk, igazából indulhatunk haza, és megnézhetjük, hogy milyen a sárkánynak a teje, más ki érdekel. Na oksa-zsoksa-moksa, srácok, itt is van, ezt átalakítom, ezt szépen át és kraftolom, és irány-harány, menjünk szépen arra, jussunk el minél hamarabb, és próbáljuk meg megszerezni az Ender sárkány tejet, már nagyon-nagyon érdekel, mit adhat. Na nézzük, hello, menjünk! Na jó, srácok, menjünk szépen, ez az menő Ender Pearl-lel, aztán igazából ez jó sokáig el tudunk majd jutni, ez azért kicsit könnyebben haladunk, nem Dr. Gunz? Hát gyere abba az irányba, mert dobtam az Ender Pearl-t, ezzel gyorsan tudok haladni, azért hamarsadott is leszünk igazából, és meg megöljük a sárkányt. Oké, oké. Az már lefelé? Már túlmentünk? Várjál, akkor itt, oké, jó, várjál, vigyázzok, majd én ások. Mi az Isten, kipagolt közben ez? Majd én ások, oké? Na, ne ássunk, kedves ásásos panokkal, lenjünk! Oké, gyerünk! Így jósan leérünk, nem? Amúgy sárcak, amosan lent is vagyunk. Nagyon jó lesz. Ez az ásás, nagyon jó. Na, jó van, oké, így mindjárt lent vagyunk szinte. Jó, akkor gyere, pók! Vagy, na, meg is vagyunk végre. Creeper! Jó, oké, na, kicsit óvatosabbnak kell lennünk. Ez is molytej, várjál, itt volt valahol, ez is molytej. Na, valahol, ez is molyok, léci. Nem, ennek nincs teje, sajnos, viszont megöl engem! Creeper is, ne! Jó, Creeper tejet, amit én is megiszom, várjál! Creeper tejvás! Bum! Jó, bocsánat, na jó. Bocsi, keressük inkább szépen a izét, erre lefelé mondjuk, lehet, hogy van valami, keressük meg a portált, csak a pók az elég idegesítő néha. Azt remélem meg lesz a portál, várjál, lehet, hogy itt van valahol, most már. Vigyázz, hogy itt leesett. Oké, itt gombot megnyomom. Jézusom, ez konkrétan egy parkőrpálya van itt, komolyan mondom, de mi? Itt a portál! Itt a portál, parkőrpályánál, na jól van. Gyerünk, menjünk szépen, belerakom a 11. Azért, mert nekem te nem parancsolsz, és pont elég a szem, Jézusom. Akkor let's go! Mondom, mi a feladat? Jó, csak most leesünk, vagy mi történik? Jó, azt hittem, hogy már bebagoltunk. De annyi lesz, Dr. Gunz, mondom, mi a tervem, hogy az lesz, hogy szépen megidézzük a vasgólemeket, és ők fogják ölni a sárkányt, amíg mi igazából csak megvárjuk, hogy leszálljon, és miért nem használom az Ender Pearl-t, hülye vagyok azért? Na, szóval, hogy hogy megfejjük a sárkányt, és megnézzük, hogy mit tud, mindjárt fel is érek én is, remélem így, né? És most pedig, gyere Dr. Gunz! Oké, jól van, közben ezt elkezdem. Nem fognak, ne aggódj, én közben intézem a dolgokat, várjál, intézem. Vasgólemek, kalandra fel, menni kell, menjetek és öljétek a bobokat! Ide gyorsan, ide köré is építek egyet. Így, gyorsan, mivel csak 10 darab ilyen nem van, de nem baj. Menjetek, vasgólemek, menjetek! Ez az, na így megfódítjuk a Nethert igazából, vagy az Endet igazából. Nézd, Dr. Gunz, megjött a bandánk amúgy. Mit szólsz ez? Jó, de hogy én nem tudom azt felrobbantani. Várjál, segítek, tessék, ezt felrobbantja? Nem robbantja fel ezt se, vagy ez mi? De felrobbantja, jó van, oké, akkor ezt szedjük le szépen a kristályokat, aztán remélem, hogy lejön mindjárt a sárkány. Most fog leszállni, doktor, most fog leszállni az Ender sárkány! Jó, menjünk a ízi biztonságos, hogy hívják rá, oké, meg kell fejni. Gyerünk, oké, csak ne lökjön el. Jó, megfejtem. Nem bírom, megfejtem, ne! Jó, megoldom, nyugi van, srácok, nem fogom meg... Jó, csirkásésem van, akkor nem is kell aggódnom emiatt, viszont közben megeszem szépen, megiszom a srácok, és kaptam egy Dragon Staffot, ami nem tudom mit csinál, váltak, ugye kipróbálom. A Dragon Staff mit csinál? Csak van, ez az... Mit csinál a Dragon Staff, Dr. Gunz, neked csinál valamit? Én nem is kaptam meg, lehet azért, mert tele van az invent. Jaj, vigyázz, nézem, hogy mit tud Dragon Staff. Jaj, ott van. Jó, hogy ez lövi! Vagy nem lövi? De! Valamit csinál, mindjárt nézem, mit csinál valamit. Ez így lerak valamit, ilyen kis partikuleket. Nagyon sebzi! Mi? Ja, hogy ezt így rányomod? Ja, igen, tényleg látom! Gyerünk, és jobb klikkelek, srácok, gyerünk! Nyomja Dr. Gunz, nyomja te is! Gyerünk! Ó, milyen távolról is sebezzük, Jézusom! Jó, oké, menjünk! Nehogy, hogy töltse az életét, Én is ötel akarom, ez az, most meg fog halni, let's go! Kivittük! Hála az égnek, srácok! Na mizu! Jaj! És viszlát, Dr. Gunz, jól nem bántalak! Jó, srácok, nagyon tetszett az a videó, akkor csapasok el, az ügységügyi végéken következő. Találkozunk, én X-Fiatom, szevasztok!